Idén a megszokottnál sokkal korábban elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. Már február 21-én lebonyolították az első fordulókat, legényeink Koppánymonostoron vendégszerepeltek, ahonnét 2-1-es vereséggel távoztak. A télen jócskán átalakult Bábolnai Gárda, aztán február utolsó vasárnapján a Vértes Somló együttesét fogadta. Eseménydús, fordulatos, gólokban bővelkedő mérkőzésen végül 4-3 arányban diadalmaskodott a bábolnai legénység. Hogy sikerült a Vértes Somló számára a téli felkészülés? Ugye kicsit rövidebb volt, mint a szokott, bár az igazat megvalva az őszi szezon lett rövidebb talán. Hát igen, sajnos a Covid helyzet az mindenkit érintett, de hát mi a január elején elkezdtük, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy jól sikerültek a felkészülési mérkőzéseink. Nem is kaptunk ki, tehát mindenik mérkőzést meg tudtuk nyerni. Eddig a bajnokságban se kaptunk ide, sajnos nem is nyertünk, úgyhogy ez nem valami jó kezdés volt a tavasz elején. Ugye a korábbi találkozó Vértes Somlón ott 4-4-es döntetlennel zárult, és hát itt is elég sok gól esett, itt egyel több, de most ugye a Bábolnának idehaza sikerült a 3 pontot megszerezni. Hogyan lehet értékelni ezt a mérkőzést? 3-11-es volt azért ebben egy csomó esemény, hogy így mondjam. Igen, hát úgy látszik, hogy akkor most mindig gólgazdag mérkőzéseket játszunk a Bábolnával. Ott 4-4, itt sajnos kikaptunk 4-3-ra. Mondhatom azt, hogy volt minden 11-es egyik felén, 11-es a másik felén. Szerencsére kiállítás nem volt, ennek örülünk. Hát értékelni nehéz számomra, mert mondom, volt minden, de sajnos jó játék nem, és talán egyik oldalon sem, tehát pattogott a labda, nem voltak megfelelő játékok, kis játékok hiányoztak, tehát játékban szerintem egy alacsony színvonalú mérkőzés volt, sajnos. Azért a Vértes Somló számára is voltak veszélyes támadások. Nagyon sok olyannal próbálkoztak, ami kiugratás, vagy üres területre bejátszott labda.
Igen, főleg az első félidőben itt a balfutónknak volt 3 vagy 4 százszerzőkös zicsere, amit sajnos kihagyott, egy kapufa lett belőle. Hogyha ezek már akkor az elejénbe mennek, akkor talán megvan a két-három gólos előnyünk, és talán még a mérkőzést megnyerjük, ezt mondjuk így nehéz kijelenteni az első félidőből, de nyilván meg lett volna az előnyünk, és hát akkor nem biztos, hogy kikapunk. De igen, volt egy-két nagyon szép indítása a Koller Máténak középen, jól ki tudtuk futtatni. A harmadik gólunk is így szereztük, a Samadi Robi, egy kiugrotás után a kapus mellett elgurította végre. A kapuba ment, nem a kapufára és a kapusba. Mik lehetnek a végső célok a csapat számára? Ugye itt a Bábolnával nagyjából hasonló helyezésen van, tehát a tabellán hasonló helyezésen vannak. Miket szeretnének elérni? Hát mi úgy indultunk meg neki ennek a bajnokságban még tavaly nyáron, hogy mi szeretnénk a tízes vonal alatt lenni, tehát első 10-ben végezni. Eddig jelen pillanatban ez megvan, épp szűken a 9. helyen vagyunk, ami a terv, de hát azért még jönnek nehéz mérkőzéseink, és hát hogyha mi ott akarunk lenni, akkor idegenben legalább egy pontot kellett volna szereznünk, főleg a Bábolnától, aki mondhatjuk azt, hogy a riválisunk, és akkor a távolság megmaradt volna, vagy ha éppen nyerünk, akkor tudtunk volna ezen növelni, tehát nekünk ilyen meccseket kéne megnyernünk ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Elkezdődött a Komárom-Esztergom megyei labdarúgó bajnokság is. Most már a második meccsét játszotta a Bábolna. Első mérkőzésen Koppány Monostorra látogattatok. Azt hiszem, hogy még soha nem kezdődött ilyen korán labdarúgó bajnokság. Így február közepén azért nem volt ez szokványos. És mindjárt a megye egyik élcsapatához látogattatok. És én úgy láttam az eredménye, hogy 2-1, ez nem annyira rossz idegenben. És ráadásul láttam, hogy az első fél idő az azért nem is volt olyan rossz számunkra. Többet birtokolta a Koppány Monostor a labdát, és gyakorlatilag védekezésre szorított bennünket. Egy 11-esből azután tudtunk vezetést szerezni, kiszabadultunk a szorításból, és a fél idő előtt sajnos még kiegyenlítettek, illetve a második fél időben tudtak rúgni rá egyet. Ezt szokták divatos szóval mondani, hogy ez a vállalható vereség, de sajnos pontot ezért sem adnak. Na, ma pedig a Vértes Somló látogatott Bábolnára. Ott mondhatni, hogy rivális csapat, mert néhány pont a különbség. Igaz, hogy őnekik több meccsük van, mint a Bábolnának, lejátszott meccs. És a korábbi eredmény is egy 4-4 volt Vértes Somlón ősszel. Na, hát elég korán bekaptuk tőlük a gólt. Ez egy nagyon meglepő és nagyon kellemetlen jelenség volt itt a mérkőzés elején. Amit megbeszéltünk, az tulajdonképpen a vendégcsapat első góljával pár perc alatt füstbe ment terv lett. Ettől függetlenül meg tudtuk fordítani az eredményt, és tulajdonképpen mindig tudtunk utána már az egyenlítések után vezetni, és szerencsére a végén azért eldöntöttük a mérkőzést. Az a védelmi hiba, ami okozta, illetve hát megelőzte a gólt, illetve okozta, az többször előfordult a mérkőzésen. Egyfajta talán rutintalansága a mostani játékosoktól, hiszen túl közel engedik a támadókat a 16-ostól, és a 16-ostól nem messze szabálytalankodnak, ami azért valljuk be nagyon veszélyes téma. Arról beszéltünk, hogy jó lenne minél távolabb tartani őket a kaputól, de elég gyors támadóik voltak, akik jól csinálták az egyeket is, és tulajdonképpen 16-oson belül is volt szabálytalanságunk, illetve a 16-os közelében is, és ez okozta a vesztünket, illetve a 11-eseket. De én azt gondolom, hogy végig akaratban és erőben ott voltunk, és kicsikartuk a győzelmet Hanázen is. Igen, ez az akarat és erő, ami számomra nagyon jellemző volt itt a mérkőzésen, amit korábban az őszi
csapatnál nehezebb volt felfedezni. Úgy láttam, hogy rendkívül segítik egymást a játékosok, nagyon lelkesek, az utolsó tized másodpercig harcolnak, nem csak a labdáért, de egymásért is. Sokat beszélnek egymáshoz a pályán, irányítják egymást. Ez a labdarúgásban természetes, hogy egyrészt akarni kell, másrészt segíteni a társat, mert ez oda-vissza működik. Ha ma én segítek, a másik holnap visszasegít, ez a pályán ugyanígy van, és tulajdonképpen a mi helyzetünkben csak ez vezet eredményre, és ezt kell tovább vinnünk. Hogy látod, mennyire fenntartható ez nyilván az öltözőben, azért sok minden eldől ilyen szempontból? A Bognár Ádám érkezésével belépett az öltözőbe egy olyan pozitív személyiség, aki korábban magasabb osztályban is járt, és nagyon jó szellemmel és jó humorral összetartja a társaságot, segíti, és az idősebb játékosokkal karöltve tulajdonképpen a fiatalokat irányítják ebben a tekintetben. Pedig a téli felkészülés nem volt ennyire pozitív, hiszen amikor először kint jártunk, talán az első edzések egyikén, akkor elég negatív hírekkel fogadtatok. Igen, elég nehéz volt a kezdés, de ezt tulajdonképpen betudható annak, hogy néhány játékos úgy gondolta, hogy nem folytatja a labdarúgást Bábolnán, a Valkó testvérek, illetve Horváth Dominik személyében, és tulajdonképpen ez megmozgatta egy kicsit a játékos keretet, így nekünk is lépni kellett, és tulajdonképpen volt néhány igazolásunk. Vég Dominikot visszaigazoltuk Ausztriából, a Tóth Benedeket, a Tóth Máténak a testvér, aki korábban már itt játszott, és hozzánk igazolt, illetve egy helybeli fiatal ember, a Szele Csaba, illetve Zsidi Zsombor, szintén helybeli játékosok csatlakoztak a kerethez, ami után tulajdonképpen most már végleges a keretünk. Ez biztató a továbbiakra? Ezzel a csapattal bátran pályára lehet állni a következő mérkőzéseken? Én azt mondtam a fiúknak, hogy tulajdonképpen ezzel a rájátszásos rendszerrel veszíteni valónk nincs. Nagyon messze van a hatodik hely. Nekünk ebből az alsó régióból kell a legtöbbet kihozni. Ha ez számszerűleg pontban nem is tudjuk meghatározni, de valamit a helyezésben előbbre kellene lépni, és utána a rájátszásban majd meglátjuk. Ha jól láttam, akkor most szerdán is lesz néhány mérkőzés. Ezeket sikerül majd olyan módon megoldani, hogy legyen teljes csapat, hiszen azért itt mindenki dolgozik. Ezt nagyon nehéz lesz megoldani. Szerencsénkre kettő hazai pályán lesz, mert a Sári Sáp és a Nagy Igmánt hozzánk látogat, nekünk Oroszlányba kell csak elmennünk, de ettől függetlenül ezek a szerdai mérkőzések a napnyugta miatt, még ami nagyon korán ugye van, ezeket sajnos nehéz lesz megoldani. Reméljük, hogy minél jobban meg tudjuk. Right.